Az ajándékozást jelző matricát helyezi fel az egyik hűtőgépre Alessio Bonfanti, az Electrolux nyíregyházi gyárának igazgatója. A megyeszékhelyen 10 éve működő, összesen mintegy 900 munkavállalót és beszállítót foglalkoztató gyár az elmúlt évtizedben összesen 7 millió hűtőszekrényt gyártott le. A piaci igények kiszolgálása mellett aktívak a jótékonyság tekintetében is. Tavaly például több mint 20,5 millió forint értékben adományozott hűtőket nyíregyházi intézményeknek. Mi, mint Electrolux, próbáljuk segíteni a város fejlesztés, és már több alkalom minden évben egy kis projekt próbálunk megvalósítani. Idején ez a 35 ütő adományoztunk a megyi kórházban. Persze mi utószekrényt tudok jártani, nem tudjuk gyógyszer vagy bármi más eszköz kínálni a kórházba, de reméljük, hogy ezzel a kis ajándék a kórház vezetés fog tudni több pénzt ráfordítani másra, mondjuk a betegellátásra. A kórház főigazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, társadalmi adakozásból ebben az évben mintegy 50 millió forint értékben kapott adományokat a megyei kórház. A most felajánlott hűtőgépeket például az újszülött és a patológiai osztályok kapják meg. A belgyógyászati osztályon egy gépet már elhelyeztek, a többit még ebben a hónapban üzembe állítják. A kórháznak van egy költségvetés, a kórháznak vannak, hogy mondjam, pályázati lehetőségei, azonban számtalan olyan kisebb értékű, hát hogy mondjam, eszköz van, amire nekünk a mindennapi gyógyításra szükségünk van, amire nincsenek megfelelő forrás lehetőségeink. Ezért is nagyon örülünk ennek a nagyon nemes ajándéknak, amit az Electroluxtól kaptunk, 35 nagy teljesítményű kombi hűtőszekrény, amit tulajdonképpen a nyíregyházi város vezetése révén jutott ide a kórházhoz, hiszen ezt mi a gyógyítás mellett a minden napokat tudjuk használni. A sajtótájékoztatón elhangzott, Svédországban hamarosan megszűnik a hűtőgépgyártás, a skandináv piacra szánt gépeket pedig a nyíregyházi gyár fogja legyártani, ami éves szinten 100 000 új terméket jelent. A bővítéssel a tervek szerint 100 új munkahely jön létre a térségben.